A mezőgazdasági minisztérium agrárkifizetési igazgatósága megjelentette a minőségi tenyészállatok beszerzésére vonatkozó közfelhívását. A bejegyzett gazdaságok törzskönyvezett szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések beszerzésére, valamint méhanyák vásárlására igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást. A pályázók 3 millió, illetve 5 millió dinárig terjedő összeget igényelhetnek. A kérelmeket december 16-áig lehet benyújtani az e-agrár platformon, illetve az e-poctiszai portálon keresztül. A szerb kormány által a képviselőház elé terjesztett költségvetés módosítási törvényjavaslatban a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokra 111,5 milliárd dinárt láttak elő, nyilatkozta egy sajtótájékoztatón Alekszandr Martinovics, az Agrártárca vezetője. Hozzátette, hogy az idén 18 közfelhívást jelentettek meg, amelyek 99%-át már realizálták, és több mint 70 milliárd 140 millió dinárt fordítottak erre a célra. A terület alapú hektáronkénti 18 ezer dináros támogatásra 33 milliárd 155 millió dinárt fizettek ki, és jelenleg folyamatban van a hektáronkénti 10 ezer dinár átutalása. Martinovics miniszter elmondta még, hogy az állattenyésztő egyesülete képviselőivel úgy egyeztek meg, hogy a korábban pályázott gazdák az év végéig az első borjas tehenekre megkapják a 100 ezer dinárt, jövőre pedig a tej- és húshasznú tenyésztehenekre a támogatást 40 ezerről 55 ezer dinárra emelik meg. A héten 45,5%-kal növekedett az áruforgalom az újvidéki terménytőzsdén az előző hetihez képest. A kukorica kínálata meghaladta a keresletet, emiatt az ára is több mint 3%-kal csökkent. Kilogramját 18-tól 19 dinárig terjedő áron adták-vették. A kikötőbe leszállított áru kilójáért 20 dinár 20 para és 20 dinár 40 para közötti árat fizettek. A búza kereskedés mértéke jóval nagyobb volt az előző hetinél, és kizárólag a 13% feletti fehérje tartalmút vásárolták 23 dinárért. A szójakereskedés elmaradt, mert a felkínált 54,5 dináros áron nem adta oda senki az áruját. A 62 kg hektoliter tömegű takarmányárpa kilóját 21,5 dinárért vásárolták. Napraforgó pogácsát is kínáltak a tőzsdén, kilóját 27 dinárért, de adásvételi szerződést nem kötöttek rá.